A búzafények áramló mennyében szinte dúdolva jött a gyalogút ezer felől, és vezette kézen a tarisznyába botló kisfiúk, s a pipacskendős kislányok hadát. Jöttek a gyerekek, s gyígot keresve lesték, hol remeg az útmenti fű, s ha csirkéit sírva hívta a fűrj, a suhogó búzába törve, messze kószáltak, odahagyva az utat. Váci Mihály egyik versével köszöntötte a II. Géza gimnázium tanárait az iskola egykori tanulója, pedagógus nap alkalmából, amit minden év június első vasárnapján ünneplünk. Az intézmény vezetője szerint számos szépsége van a tanári pályának, azonban a legszebb az, hogy a pedagógus a jövő generációját oktatja és neveli. Mi itt a gimnáziumban most a nagy szünetben tartottuk a pedagógus napi megemlékezést. Ezen köszöntünk el az öregségi nyugdíjba vonuló kollégától, Pálffy Pál tanár úrtól, aki 31 évet töltött a pedagógus pályán. Ugyancsak itt volt Bozsalik Róbert polgármesterről, aki az önkormányzatnak átadta a kis ajándékát, illetve felolvastam Gerzsei Péter tankerületi igazgatónak az üdvözlő szavait, illetve azt a nagyon hasznos ajándékot, amelyet a tankerületi központtól kaptunk. Mindenki kapott a következő tanévre vonatkozó pedagógus zsebkönyvet, tehát tanári zsebkönyvet. Ez egy, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos ajándék. Reméljük, hogy ezt már valóban a jelenléti oktatásban tudjuk használni, és a következő tanév az már a hagyományoknak megfelelően fog majd működni. Igen, nehéz tanévet tudunk magunk között. Polgármester úr is, én is ezt köszöntem meg. Pálffy Pál testnevelő tanárt külön meglepetés érte, ugyanis pedagógus szolgálati emlékérmet kapott nyugdíjba vonulása alkalmából. Ezt a miniszter úr írta alá. Kiemeltem itt a köszöntőben is, hogy neki nagyon nagy, tehát amellett, hogy testnevelő tanárként hosszú évtizedeket töltött itt a gimnáziumban, nagyon szép versenyeredményeket is, tehát ügyes versenyeztető is volt. Neki nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az erdélyi romániai testvériskolai kapcsolataink alakultak, és hogy ezek működni tudtak. Nagyon sok kiránduláson vett részt, nagyon jó osztályfőnök volt, különös érzéke volt a hátrányos helyzetű gyermekek iránt, és hát így több mint 3 évtizeden keresztül ő töltötte be az iskolában az ifjúságvédelmi felelősi szerepet is. Sok szeretettel emlékszem vissza erre az időszakra. Hosszú volt, rövid volt, nem tudom, de nagyon gyorsan elrepült. De a mindennapi munkát, mikor végzi az ember, nem veszi észre. Egy pár évvel ezelőtt mondtam is kollégáknak, hogy eszembe se jutott, hogy én valamikor is nyugdíjba fogok menni. De most már azért eljött ez az idő. Nyilván, amit mi tehetünk, azt megtesszük. És nagyon-nagyon sok munka van benne, és kitartás. Bozsulik Róbert elmondta, hogy a digitális oktatás miatt egy igazán nehéz időszak van a tanárok háta mögött, azonban sikerült helytállniuk. A város vezetője emléklappal és csokoládéval mondott köszönetet a helyi gimnázium tanári karának. Kicsit rendhagyó volt ez a pedagógus nap is, bár abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a tavalyi évhez képest itt most már a nevelőtestületet tudtuk köszönteni pedagógus nap alkalmából. Egy nagyon nehéz és egy nagyon érdekes esztendőn vannak túl a pedagógusok is és a diákok is, hiszen azt lehet mondani, hogy az egész nevelési év egy távolléti, egy digitális oktatásról szólt. Ez nagyon nagy feladatot állított a pedagógus társadalom elé is, és a diákok elé is. A pedagógus társadalomnak át kellett állni egy teljesen új oktatási modellre, egy teljesen új rendszerre. Át kellett ültetni annak az ismeretanyagnak az átadását az informatika vizére, amelyet korábban jelenlétű oktatása osztálytermekben tudtak a diákok számára eljutatni. Azt gondolom, hogy helytálltak a pedagógusok. Nagy köszönet érte, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy azok a diákok, akik alsóbb évfolyamokban vannak és egymásra épülő tudással tudnak tovább lépni, őket is próbálták minél jobb helyzetbe hozni. És hát ugye a végzős diákok kérdése volt még egy igen nehéz, hiszen nekik olyan tudást és olyan felkészülést kellett biztosítani, ami eljuttatja őket egy sikeres érettségig. A város és az intézmény kapcsolata független attól, hogy az oktatás átszervezése következtében már nem az önkormányzat a fenntartó, nagyon jó. Szinte azt lehet mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk, hiszen azt tudjuk,
hogy ennek az épületnek a falai közé továbbiakban is bátaszéki diákok vannak, és a városunknak nagyon fontos, hogy egyrészt a tudást a lehető legjobb körülmények között tudják magukhoz venni, másrészt fontos, hogy ezek a diákok olyan élményekkel, olyan tudással menjenek, hogy tudják magukat képezni, és utána visszajöve bátaszéket tudják építeni.